sok szeretettel köszöntöm a pécsfürdői lakosokat, azon belül természetesen a gyerekeket. Nagyon örülök, hogy ismét pécsfürdőn lehetek. Ugye már éves hagyomány, hogy a Fonyűvők játszóház és a Futahét meghív minden évbe pécsfürdőre, az adventi játszóházra, de ez a sajnos a mostani viszonyok miatt ezt nem lehetett megrendezni. De mégis úgy gondoltam, hogy eljövök a gyerekek közé, hogy azért csak találkozzanak a télapóval. Ugye elsősorban az utcán találkoznak a télapóval, és ott egy kis verset mondanak, egy kicsit énekelgetnek a télapónak, és természetesen a télapó zsákjából egy kicsi ajándék előkerül akkor is a gyerekeknek. Illetve 6-án, 7-ére is tervezünk valami meglepetést a pécsfürdői gyerekeknek, de erről majd a Manon tudna valamit mesélni, mert az ő keze van az egész dologba, én csak azt lettem észre, hogy a zsákomból hiányzik egy-két dolog. Kedves gyerekek, a Mikulás zsákjából elcsentem néhány csomagot, amit pétfürdőre rejtettem el, de egyelőre még láthatatlanok, majd 6-án, 7-én megtalálhatjátok őket, mint elhagyott, elveszett csomagok. Arra gondoltunk, hogy leginkább a gyerekek által látogatott környéket, tehát óvoda, iskola, bölcsöde, templomtér, a központi rész, de lehet, hogy fönt a falu részen is azért csak-csak megfordulunk, hogy ők sem maradjanak ki a dologból. Természetesen mindig, mindenhol kint, hogy bárki megláthassa. Ugye 6-án a pékségbe leszek megtalálható, délután fogom vágni a gyerekeket, ott egy kicsi meglepetések, kis ajándékokkal, illetve esténként az utcán találkozhatunk, amikor pécsfürdőn tartózkodok, mert hál' Istennek nagyon sok levelet kapunk Magyarországról, és az ország több részére kell most még menni, ott is várnak a gyerekek, akiket kiválasztottunk, hogy személyesen meglátogatjuk őket.